És folytatjuk a visszaszámlálást, már csak 4,5 óra van ebből az évből és ebből az évtizedből, legalábbis itthon Magyarországon. Tőlünk keletre sokfelé már 2020-at írnak, Indiában és Sri Lankán például ezekben a pillanatokban kezdődik el az új év. Most az élőképet láthatják az indiai Bangalore-ból. Elsőként Samoa és néhány más csendes óceáni sziget lakói köszönthették 2020-at, aztán jött sorban a Új-Zéland, Ausztrália, Japán, Kína, Tájföld. A bozott tüzek ellenére Sydneyben is megtartották a tűzijátékot. Hamarosan majd egy hosszabb összefoglalót is mutatunk az ünnepségekről. Európa, Afrika és Amerika lakói még csak készülődnek a szilveszter éjszakára. Több nyugati nagyvárosban a terrorfenyegetettség és a nők elleni zaklatások miatt rendkívüli biztonság intézkedéseket vezettek be ebben az évben is. Itthon az év utolsó napján dudaszótól voltak hangosak az utcák, aztán este 6-kor beindult a tűzijátékozás. A nagyobb boltok mind bezártak délután, napközben még jól fogyott a virsli, a pezsgő és minden más szilveszteri kellék. A mentősök megerősített szolgálattal készülnek, 500-nál is több mentőautó lesz készenlétben. 0 fok körül várható a hőmérséklet éjjel. Volt már ennél hidegebb szilveszter, de ha valaki részegen elalszik az utcán, így is rövid idő alatt kihűlhet. És figyelni kell a szélre is tűzijátékozás közben. Jönnek a részletek. Az M1 tudósítói szokás szerint az év utolsó napját és az utolsó órákat is munkával töltötték, illetve töltik. Kapcsolunk majd több helyszínre élőben egészen hajnali egyig. Napközben pedig arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan készülnek a magyar családok, és hogyan készülnek az itt ünneplő külföldiek. Budapest belvárosában feltűnően jól fogyott a forralt bor. Happy New Year! Angolul. Szerbül. Én Ilnizi tebrikédirem. De még azeri nyelven is boldog új évet kívántak a turisták napközben Budapesten. A belvárosban egész nap jó volt a hangulat. Ezek a fiúk Németországból jöttek azért, hogy Budapesten ünnepelhessenek. We don't actually have like a real plan. Nincs igazából tervünk estére, spontánok leszünk, de tűzijátékot mindenképpen szeretnénk látni, mondja egyikük. Hömpölygött a tömeg a Lánchídon, megtelt turistákkal a város. Közben fogyott a forralt bor a Széchenyi István téren, sokan sült gesztenyét és kürtös kalácsot is vettek. Voltak, akik már kora délután kocintottak. Egy klubban fogunk bulizni, előtte pedig felmegyünk a Gellért hegyre, mondta ez a müncheni fiú. Dudaszótól volt hangos napközben a Deák Ferenc tér környéke is. A szilveszteri kellékekből nem volt hiány, az árusoknál idén is széles volt a választék. Mi mindig szoktunk ilyen nagyobb szemüvegeket venni, általában a csillag alakút. Most is vettünk, mert a múltkori eltört, és mindig veszünk trombitát. Parókák, szerpentin, kalapok és fejdíszek, ezeket keresték a legtöbben. Lényeg, hogy minél színesebb és viccesebb legyen. Ez hagyomány, hogy minden évben bejövünk szilveszterkori délelőtt a gyerekekkel, bevásárolunk mindenféle vicceset, és utána pedig este a barátokkal otthon ünnepeljük a szilvesztert. Olyanok is voltak, akik nem bízták a véletlenre jövő évi szerencséjüket, az árusoknál szerencsehozó tárgyakat is vettek. Most fogok venni a barátaimnak szerencsepénzt, hogy sok pénzük legyen. De a legfontosabb az egészség, nem minden a pénz. Hasonló volt a helyzet az egész országban, jókedvből nem volt hiány Egerben sem. Az árusok szerint itt a filmes karakterekről mintázott parókák és állarcok fogytak leginkább. Most az idei évben bejött a Darth Vader és a birodalmi katona, azokat viszik, valamint a pókember állarc, az a klasszikus, azt minden évben viszik szinte. De Miskolcon is jó volt a hangulat, már napközben rengetegen voltak az utcán. Ha szétnézek a városba, akkor teljesen. Szerintem az emberek nagyon várják az évvégi bulit. A szilveszteri készülődést itt a gyerekek élvezték a legjobban. Én veszek egy marsaltot, az is a mancsoljáratból van. Nézek tévét, és este meg majd én kimegyek és nézem a tűzijátékot. Országszerte már napközben több ezren köszöntötték egymást az utcán, este és éjszaka pedig várhatóan még többen búcsúztatják majd az új évet az utcabálokban. Most akkor élőben Budapest belvárosa és a Vörösmarty tér, Barna Péter van ott. Molnár Zsókát kapcsoltuk 6-kor, és szemmel láthatóan nőtt a tömeg azóta.
Szervusz Balázs, jó estét kívánok! Bizony, hogy nőtt még hozzá olyannyira, hogyha most megnézik mögöttem ezeket a képeket, és esetleg látták a 6 órás híradót, akkor körülbelül 500-550 emberrel vannak többen most itt a Vörösmarty téren. Körülbelül 1500-2000 ember van itt, és hát hogyha ünnepi hangulat, akkor látszik, hogy mindenkin jelmezek vannak. Méghozzá különféle maszkokat vesznek fel, láttunk egyébként egész arcot takaró plüsssegér maszkot is, illetve plüssmókus maszkot is, de hát az ördögszarvak elmaradhatatlan kellékek szilveszter éjszaka, és szerintem az idei sztár egyébként a ledekkel világító Luffy lesz. És hogyha már gyarapodik a tömeg, akkor azt is el lehet mondani, hogy augusztushoz 6 órához képest a családokat felváltották a fiatal felnőttek, illetve az idősebb korosztály tagjai, akik már az ünnepi hangulatra hangolódtak, és már azt várják, hogy megérkezzen az éjfél, és ezt mutatja az is, hogy 6 óra óta már lehet tűzijátékot használni. Itt pár perccel ezelőtt több tűzijáték is rakéta robban mögöttünk. Igen, mert hogy petárdázni tilos ebben az évben is, tűzijátékozni szabad egészen reggel 6-ig, de csak óvatosan. Köszönjük szépen, Péter! Több budapesti és fővároson kívüli helyszínre kapcsolunk még, hát ha itt-ott elcsípünk mókás pillanatokat. Sok száz szilveszteri buli közül választhatnak azok, akik nem otthon, családi körben kocintanak, több településen koncertekkel és látványos tűzijátékkal is készülnek. Zalaegerszegen az esti koncertekhez építették a színpadi világítást. Kis feltűzött vazát fogunk készíteni. Kaposváron pedig kivágott vörös ruhához készült a hullámos frizura. Az extrém kérések ritkák, göndörfrizurát vagy kontyot kérnek a legtöbben. Mindegy, hogy hol töltik az ünnepet, házi buliban vagy esetleg bálban, mindenki megadja a módját. Szegeden kora délután már szóltak a dudák, és a kávéházakban is nagy volt a tömeg. Ez a társaság már az estére hangolódott. Vásárolni indultak, de a szilveszteri hangulatnak nem tudtak ellenállni. A lányok szerettek volna ruhát vásárolni, úgyhogy addig mi a kísérő fiúk úgy döntöttünk, hogy mi elkezdjük a szilveszterezést, de mivel zárva volt a ruhabolt, ezért a lányok is csatlakoztak. Hát most elkezdtük, és az éjszakába is tovább. Kenyeres, süljenek! 5 perc múlva indulunk. Folyamatosan dolgoztak a szakácsok ebben az esztergomi étteremben. A szilveszteri menü főtt a fazékban és sült a tepsikben. 230 vendéget várnak egy 4 fogásos borvacsorára. Nagyon sok finomság lesz a mai este során. Kacsamáj, fűrleves, báránygerinc, gesztenyetorta, éjfélkor a hagyományos újévi ételek, lencseleves, bőrös malac, sült, párolt káposzta. Fölökni a porrakat, szalvétát. Ez pedig már a vendégek rohama előtti utolsó eligazítás egy hévízi hotelben. A szállóban 650 vendég tölti az év utolsó napját. Részt veszünk a szálloda programján, a szilveszteri vacsora, tűzijáték, utána pezsgőzés, és még meglepetések lesznek, úgyhogy majd meglátjuk, hogy fog lezajlani. A belföldi vendégek mellett többségében osztrákok, németek és olaszok búcsúztatják itt az óévet örökzöld latin ritmusokkal. Mi minden évben úgy próbáljuk összeállítani a műsort, hogy egy zenés, énekes, illetve egy táncos produkció is legyen, és ez nagyjából az évféli tűzijátékkal kiegészítve hagy még annyi időt, hogy a vendégek is kellemesen feloldódjanak, táncolhassanak, beszélgessenek, úgyhogy ez lesz a mai este programja. 30-40-50 méter magasra fogom lőni az effekteket. Ennek az irodaháznak a tetejéről indítja majd éjfélkor a szolnoki tűzijáték rakétáit a pirotechnikus. A 10 perces zenés műsorban több olyan rakéta is lesz, amelyeket eddig nem használtak a városban. A fináléban 200 darab 18 kg-os bomba fénye világítja be az eget. 5340 effekt fog megjelenni majd az égen. Ezek vegyes látványúak lesznek, ami 90 fokba megy, és lesz, ami 45 fokba fog majd megvalósulni az égen, és majd a végén elköszönünk egy gyönyörű aranylegyezővel. Nézd, milyen szép vagy! Debrecenben volt, aki parókával... Mások trombitával készültek az esti bulira. Barátnőméknél leszünk otthon. Most kihagyjuk ezt a szilveszteri hangulatot itt a főtéren, de majd lehet a tűzijátékra felnézünk. A városban este 9 és hajnal 2 között több ezer embert várnak a főtérre, ahol 20 éve szerveznek szilveszteri mulatságot. A nagy templom előtt, felállított színpad előtt lesz a fantasztikus felgetege szilveszteri találkozó, könnyűzenei koncert és egy olyan showműsor, amely minden korosztálynak kedvére válik. Szilveszter éjszaka országszerte számos helyen köszöntik szabadtéri koncertekkel, tűzijátékkal és más rendezvényekkel az új évet.
Nulla fok körüli hőmérsékletre készüljenek azok, akik az utcán szilvesztereznek, de például Debrecenben már most is -3, majdnem -4 fok van, érdemes tehát melegen felöltözni. Helyenként zavaró lehet az erős szél, erre a tűzijátékok kilövésénél, fellövésénél is figyelni kell. Tóth Tamás tanácsai következnek. Szilveszter éjszakáján jellemzően csapadékmentes idő várható, tehát az idén több hó már valószínűleg nem esik majd az ország területén, viszont átmenetileg az éjszakai órákban feltámad a szél a Dunántúlon, illetve a Dunatisza közén nyugati felében, illetve a Nyírségben is lehet élénk szélre számítani. Így tehát, akik szabad ég alatt töltik a szilveszter éjszakát, egyrészt öltözzenek fel melegen, másrészt pedig kellő odafigyeléssel és körültekintéssel lőjék fel a rakétákat, inkább várjanak, amíg egy picit mérséklődik a légmozgás, hiszen a szeles időben bizony a rakétázás balesetveszélyes helyzeteket is okozhat. Kedves nézőink, én mindenkinek kulturált szórakozást kívánok szilveszter éjszakára! Stefán Zoltán jön élőben a nyugati térről a közlekedési jó tanácsokkal. Ismered azt a népi bölcsességet, hogyha ma nem esik a hó, akkor idén már nem fog? Reméljük, hogy nem esik a hó, és ez majd nem nehezíti a közlekedést ma éjszaka. Az viszont biztos, hogy egyre többet hallunk most már dudaszót, egyre többeket látni parókában, vagy éppen állarcban. Sokan töltik az év utolsó óráit szabad ég alatt a fővárosban idén is, és alig, ha nem megtelik majd a nagy körút is. Jó estét kívánok! Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy 10 óra körül indulnak el a legtöbben, és hogyha majd útnak indulnak, akkor jól teszik, hogyha közösségi közlekedést választják. Hogyha a nagy körút valamelyik szórakozó helyére vagy vendéglátó helyére mennének, akkor a 4-es, 6-os villamosokkal megtehetik, egész éjszaka közlekednek, ahogyan a hívek is járnak majd egész éjszaka, a 2-es és a 4-es metró is és a 3-as is, utóbbi Újpest központ és a Nagyvárad tér között közlekedik. Az éjszaka haladó autóbuszok pedig sűrűbben járnak majd, és vannak olyan vonalak, ahol nagyobb befogadású képességű járművek állnak forgalomba. Ezek mellett pedig az 5-ös, a 7-es, a 8-es és a 9-es autóbusz is közlekedik, szóval minden adott ahhoz, hogy biztonságosan és kulturáltan célba érjenek szilveszter éjszaka is. Zoltán, köszönjük szépen. Stefán Zoltánt nem lehet kizökkenteni béna poénokkal, még december 31-én este sem. Köszönjük a jó tanácsokat, boldog új évet! Ahogy az várható volt, ma is megrohanták még a vásárlók az üzleteket. Méltó lezárása ez 2019-nek, ugyanis ebben az évben rekordot döntött a boltok forgalma. Volt, ahol délután az utolsó utáni percekben is sorok álltak még a pénztáraknál. Akinek még kellene valami az esti bulihoz, most már csak a kisebb éjjel-nappali boltokban vagy a benzinkutakon tudja megvenni. A vízslik után érdeklődtek ma leginkább a boltokban, amelyeket, ahogy karácsony előtt, most szilveszter napján is valósággal megrohamoztak a vásárlók. Ebben a fővárosi élelmiszerüzletben, ahol most vagyunk, már a nyitás követően folyamatosan érkeztek a vásárlók, és ahogy látszik, folyamatosan kígyóznak a sorok a pénztárok előtt is. Ahogy korábban most is, mindenek előtt pezsgő, malachús, lencse, bab, és persze virsli kerül a kosarakba. Virsliből elsősorban a minőség, tehát a magas hústartalom, pezsgőnél pedig az árak számítanak leginkább. Utóbbinál többnyire a 800-1500 forint közötti palacokat vásárolják meg, de néhány percet találkoztunk egy olyan úrral, aki 10.000 forintot fizetett pezsgőért. Amikor kérdően ránéztünk, akkor azt mondta, hogy szilveszter csak egyszer van egy évben, ilyenkor ne sajnáljuk magunktól a jót. A virsliből, a lencséből, a babból, a malachúsból, ilyenkor fogy a legtöbb. Most a félnapi nyitvatartás alatt például virsliből 6-7-szer annyit veszünk, mint egy normál, megszokott napon. De nem csak virsliből, hanem lencséből is jóval többet veszünk, mint általában. Van olyan bolt, amely december utolsó napján több lencsét ad el, mint egész évben összesen. Az üzletek az áruházok számára szilveszter különösen fontos, mert kiemelkedő forgalmat tudnak elkönyvelni. Vasárnap óta tart a szilveszter előtti bevásárlások csúcsidőszaka, de minden bizonnyal a tegnapi volt a legnagyobb forgalmú nap. Becsléseink arról szóltak, hogy az idei szilveszter 5-6%-os forgalmi többletet fog majd eredményezni az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest. A részeredmények alapján azt tudom mondani, hogy ez a többlet mindenképpen meg lesz. Például ebben az áruházban tegnap több mint 600 kg virslit vásároltak. A nyíregyházi piacon is a virsli, na meg a bőrös malachús volt a sláger. Volt olyan időszak délelőtt, amikor több tucatnyian várták, hogy kiszolgálják őket a pultoknál. Ma este nálunk a malac lesz megsütve,
fűszeresen a sütőben, alufóliában. Ketten leszünk a párommal, de azért a barátokkal is ünnepünk, és holnap, miután akklimatizálódunk, mi is itt főzünk. És hogy miért éppen malachúst vagy lencsét eszünk, nos, az újévi fogások régi hagyományokon alapulnak. Azt mondják, ilyenkor azért kell enni lencsét vagy babot, mert azok bőséget, egészséget jelentenek. Nem szabad viszont baromfit és halat fogyasztani, mert előbbi elkaparja a szerencsét, utóbbival pedig elúszik. A sertéshús pedig azért jó választás, mert a disznó kitúrja a szerencsét. Szárazat vagy édeset? Édeset. Ebben a tatai kisboltban nagyon sokféle pezsgőt lehet kapni. Készültek is a mai napra, mert a megszokott mennyiség többszörösét rendelték meg. Egy 15 fős baráti társasággal ünnepelünk, úgy érzem, egy ilyen három üveg pezsgő elég ilyenkor. De hogy elnézem, hogy az itallerakatok meg a boltok polcait, azért nagy választék várja a vásárlókat. Viszont úgy vagyok vele, hogy ha egy évben egyszer pezsgőt iszok, akkor az magyar termék legyen. Január 1-én nem nyitnak ki a boltok, csak a benzinkutakon, vagy az olyan kisboltokban vásárolhatunk, ahol a vállalkozó áll a pult mögött. Legközelebb január 2-án nyitnak újra, amikor újfent tömegekre lehet számítani, mert beindul a téli leárazás. Jön az első körkapcsolás a kemény maggal. A mostani három szereplőnk minden évben együtt szilveszterezik velünk, illetve a nézőkkel. Bakos Norbert, Esztergom, Pálfi Andrea Debrecen és Maja Lila Makó. Norbert, nálatok Esztergomban mi a helyzet? Mindig ott szokott lenni a legnagyobb buli. Igen, bízunk benne, hogy most is meg tudjuk mutatni, igyekeztem összeválogatni, mert most itt vagyunk a színpad mellett, hogy legyen egy kis hangulat, legyen egy kis újdonság is, például a sapkám is újdonság, mert én minden évben kell válogatnom, hogy mi legyen. És ez is egy újdonság, amit most látnak, hiszen idén Esztergomban nem lesz tűzijáték, hanem ez a gyönyörű fényfestés lesz majd, és különböző zenei aláfestések. Éjfélkor egy nagy visszaszámlálás majd kivetítve, és ezzel várjuk majd az új évet, de közben mutatom is, hogy alakul itt már a hangulat, mert például már itt a színpad mellé is ide hívtam egy-két embert, akik már fergeteges hangulatban vannak és várják az új évet, de van szerencsénk fölmenni a színpadra is, és megmutatjuk, hogy hányan vannak már itt Esztergomba. És mindenki, ha fölemeli a kezét, akkor már láthatjuk, hogy szépen alakul a helyzet, és egyre többen érkeznek ide a térre. Még csak most lesz 8 óra, de már azért szépen gyűlik a tömeg, és mindenki azt várja, hogy hamarosan megérkezzen ide a színpadra DJ Dominik, aki majd retro slágerekkel kápráztatja el a közönséget, de természetesen addig is van zene, és mindenki megtalálja a magának legjobban már dolgot. Aki teheti és a környékben van, jöjjön el Esztergomba, mert mindig itt van a legjobb buli. Így van, Norbert, köszönjük szépen, ma este még keresünk majd természetesen. Jöjjön akkor Debrecenből Pálfi Andrea, láthattuk az imént, hogy nagy a készülődés Debrecenben. A szokásos helyszínen lesz a szokásos nagyméretű szilveszteri parti. Jó estét kívánok, ez valóban így van, de ami nem szokásos, hogy egyre többen hordanak idén parókát, hát én is emellett döntöttem most, és bevallom, hogy ez jó ötlet volt így a mínusz 1-2 fokban, mert szinte olyan meleg, mintha egy sapka lenne rajtam, de a viccet félretéve, 2000-ben adták át Debrecen főterét, vagyis ha jól számolok, ez éppen a 20. közös szilveszteri buli lesz, most még csak a melegítés zajlik, hiszen 9-kor kezdődnek a produkciók, mit lehet addig csinálni, hát lehet mondjuk forró csokit inni, vagy forralt borozni, vagy pedig nagyon sokan állnak sorba, és nagyon sokan ülnek fel a 45 méter magas óriás kerékre, és valószínűleg éjszaka is nagyon sokan lesznek kíváncsiak például innen a tűzijátékról, hiszen az óriás kerék egész éjszaka megy. 9-től pedig a színpad környékére érdemes majd összpontosítani, hiszen lesznek retrózenék, lesz mai könnyű zene, és lesz autentikus zene is, éjfélkor pedig himnusz, majd tűzijáték, és hajnali 2 óráig utca bárd, addig még nagyon sok érdekesség várja a debrecenieket, illetve az itt bulizókat, tehát még érdemes eljönni Debrecen főterére, 9-kor kezdődik majd az igazi móka. Köszönjük szépen. Maja Lilla pedig az Ascotti Derby helyszínéről jelentkezik, ahova vagyonokat érő kalapokban járnak el az előkelő hölgyek, hogy a lóversenyt nézzék. Lilla? Gatsby party van itt Makó, minden évben kitalálnak valami tematikát a Hagymatikum gyógyfürdőben, és most idén a Gatsby party 20-as, 30-as évek zenéje stílusa,
gyakorlatilag már amikor ideértek az emberek, már akkor meglepték őket, hiszen kaptak a hölgyek fejdíszt, az urak azok csokornyakendőt, és hát vannak látják, akik már tényleg stílusosan érkeztek, őket például amióta megjöttek, szinte nem is lehetett a zenekar elől elhozni, hiszen folyamatosan táncolnak, jól érzik magukat. Itt egész éjszaka koncertek lesznek, de lesz artista bemutató, egy másik medencében 8 órakor szintén indul majd a parti, ha parti lesz. És egyébként azt kell mondjam, hogy én vitatkoznék avval, hogy Esztergomban van mindig a legnagyobb buli, hiszen itt például a makói hagymatikumban most csak nem 1500-en fognak a mai este is partizni, és egészen hajnal 4-ig, és hát szesztilalom az nem lesz, hiszen korlátlan a pezsgőfogyasztás is. Jó, nem hirdetünk még végeredményt. Esztergom mindig jó esélyekkel indul, de Makó legyőzheti Esztergomot. És hajrá Debrecen, hajrá kékparókások. Köszönjük szépen mindenkinek!